Isten dicsérni. Felségednek, ha én Uram énekelni. Az Úr Jézus áldjon benneteket, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Nyírvasvári gyülekezetében vagyunk. Pár mondatot hagyd mondjak ezekről a táskákról, amit látok itt elől az élelmiszerrel kapcsolatban. Szerintem több mint 10 éve, hogy a Surban László a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziónak a missziós igazgatójának volt egy látása, hogy hozzunk létre egy ilyen József programot, hogy a könnyebb időkben gyűjtsünk élelmiszert, és a nehezebb időkben pedig tudjuk azt kiosztani a hátrányos helyzetű családoknak, akik nehéz helyzetben vannak az ünnep előtt, meg főleg az ünnep után januárban. És ez több mint 10 éve működik itt, és most is, ahogy hoztátok be fel a táskákat, élmény volt látni, hogy mennyire szíveteken hordozzátok ezt most is, és most is lesz miből majd a hátrányos helyzetű családoknak adni. Köszönjük neked, hogy eléd jöhetünk, úgy, hogy vagyunk, nem szépítjük,
Te vagy a mi Istenünk, megváltunk, szabadítunk vagy, gyógyítunk vagy. Köszönjük, Uram, ezt a mai alkalmat is. Arra kérünk Téged, Úr Jézus, hogy Te cselekedj közöttünk, Uram. Ez szükségünk van Rád. Kérlek, Uram, hogy emeld fel a Te népedet, Uram. Szabadíts meg bennünket. Hozz gyógyulást az életünkbe. És kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy terjeszd ki a Te kegyelmedet. Adj még több erőt, Uram, hogy meg tudjunk állni ezekben az időkben is. Még több keletet, erőt. Töltsi ránk, Uram, a Te szent szellemedet. Az Úr Jézus nevében és a Te kezedbe tesszük ezt a mai alkalmat. És köszönjük Neked mindazt, amit cselekedni fogsz az életünkben. Amen. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Isten fogadni egy hatalmas ébredést, egy késő esőt, de mikor? Meg hol? Meg egyáltalán milyen formában fog ez eljönni? Nagyon, igen, mert ez nagyon-nagyon hosszú ideje már vágyok erre, és kutatom, hogy Isten mikor és hogy, milyen formában fog ebbe részese lenni. Mert szeretnék részese lenni ebbe, nem tudom, ti hogy vagytok ebbe. Én nagyon szeretnék részese lenni. Egy igét szeretnék felolvasni. A rómaiakhoz írt levél. Pál apostolnak a 12. fejezetének az első két versét. Az Isten irgalmát kérlek titeket, testvéreim, hogy szálljátok oda ti testeteket, tagjaitokat élő szent áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítéljessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes. Amen. Amen. Nehézség nélkül nincs növekedés. A nehézségekről nem szeretünk hallani se, beszélni se, de itt van közöttünk a nehézség. Amikor benne vagyunk egy nehézségbe, két lehetőség van. Vagy közelebb kerülök a Jóistenhez, vagy eltávolodok. Hoseás prófét azt mondja az Istennek az igéjében, hogy az én népem csak a szájával dicsér és közelít engemet, a szívével távol van tőlem. Tudjátok, amikor szoktuk mondani, hogy megy a szekér, mikor minden úgy összejön, és nagyon, nagyon jó, akkor jobban tudok tapsolni, jobban tudok hallelujázni, meg bármit tenni. Mert úgy minden jó, minden összejött, ahogy szokták mondani. De mikor semmi nem jött össze, mikor nehézség van, mikor nagyon nehéz minden. Mikor nehézségek vannak, nem az a megoldás, hogy nem jövök a gyülekezetbe, hanem eljövök a gyülekezetbe. Még akkor is, hogyha nagyon-nagyon nehéz, lehet, hogy nem tudsz olyan hangosan tapsolni, mint ezelőtt egy pár hónapja, lehet, hogy a könnyeiddel is küszködöl, de van egy bizonyosságod, hogy Uram, Te megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, mellettünk vagy, és van egy bizonyosságunk, hogy azt mondtad, Úr Jézus, akik befogadták a szívedbe Tégedet, azok győztesek. Amen. És megvallom, Uram, azt is, hogy ebben a helyzetben, amiben most benne vagyok, veled győztese fogok kijönni. Amen. Vegyük komolyan az odaszállás igéjét. Mi az odaszállás? Jó kérdés. Hozok egy tudatos döntést, hogy átadom magamat az élő Istennek. Oda teszem magamat az Isten kezébe. Az engedelmesség több az áldozatnál. Sámuelnek az első fejezetének 13-as, 12-es verse, hogy ő engedelmes volt. És ha én engedelmes vagyok, ha te engedelmes vagy, ez olyan, mint egy áldozat. Isten akar minket felkészíteni különböző feladatokra, kicsikre és nagyokra is. De ha nem vagyok engedelmes, az Isten nem tud velem mit kezdeni. A názareti Jézus nem kér lehetetlen dolgot. Csak annyit kér, hogy tudd magad elkötelezni az élő Isten mellett. Ő legyen az első helyen. A megszentelődés az nem más, mint egy folyamat a mi életünkbe. Meghalunk saját akaratunknak, saját énünknek, ami nem könnyű. De azt mondom, Uram, ahogy Pál apostol mondja a Galata 2:20-ban, hogy többé nem én, hanem Krisztus él bennem, és azt az életet, ami testben élek, Isten fiába való hídben élek, aki szeret, és meghalt értem. Amen. Halleluja. Amit Isten akart a számodra, az a legjobb. Mikor nekem egyszer mondta valaki, hogy az Úr jót akar, vagy az Isten neked nem jót akar. Hát mondom, mit akar nekem az Úr? Nem jót akar? Nem jót, hanem a legjobbat. Amen. De tudd meg, hogy neked is a jó Isten nem jót fog adni.
hanem a legjobbat. Ha nincs még, nem barát, nincs még feleséged, vagy férjed, tudd meg, a Jóisten nem jót fog adni, hanem a legjobbat mindenből. A legjobbat fogja neked adni. Olyan, ami hozzád illik. Ami passzol mindenbe. Hiszen ő a házasságnak a szerzője. Az ébredés, az hol kezdődik? Ki hozza az ébredést? Eljön majd egy Koreából, vagy nem tudom, honnan, Indiából egy hatalmas pásztor, nagy tűzzel, tüzes fekérrel, mint Illés, és akkor egy tüzet, kis tüzeket fog itt majd elhinteni, és utána megy tovább. Nem. Az ébredés az Isten adja. Istentől jön az ébredés. Én nagyon szeretnék részese lenni. Hiszem, hogy ti is. Nem tudom, hogy milyen formában fog lenni ébredés, de van elképzelésem. És tudom, hogy Istennek nem nagy szószólók kellenek. Olyan emberek kellenek, akik tiszta szívűek. Vagy Jézus mondja, hogy meglássák a tiszta szívűek az élő Isten. Jönnek ide nagyszerű pásztorok, evangélisták, hogy eljöttek, hogy el is mennek. De te itt vagy, és itt fogsz maradni. És a tiszta szívűek, ez egy jó bizonyság a faluba, a településen is. És én nagyon hálás vagyok a pilisi testvérekért. És tényleg, akik itt vannak, az Istennek a áldott emberei. És mikor mondták, hogy eleinte őket csúfságolták a faluba, hogy mit hívősködtök meg, nincs értelme. Ugyan Miki meg a Rudikáról, meg az Oszkáról, meg a többiekről, nem akarok senkit kihagyni. De ő tényleg ez volt, és hálás vagyok értük. Azért, mert nem hagyták abban, hanem igenis, amit megtapasztalták, az Istennek a kegyelmét. Hogy őket Isten miből hozta ki? Ezt tovább vitték. És utána, amikor ment a kocsival, utána mindig a dicséreteket hallgatta. Az Istennek az öröm üzenetet hallgatták a kocsiba az emberek. És már ez a természetes. És hiszem, hogy Isten akar még jobban, hogy ez a faluból mindenki ki tudjon jönni. Hogy ne lejjessen egy ember, se egy uram, hát én nem hallottam rólad még. Én nem hallottam arról, hogy igazából meg lehet térni, ki lehet jönni ezekből a dolgokból. Aki nem akar kijönni, senkinek nem kényszer, de ne lehessen. Azt mondta, hogy Úr Jézus, hát nem tudtuk, hogy hozzád lehet jönni, hogy ebből a sötétségből van egy jobb élet is, van világosság is. Van. Hirdessük, hogy van. Van megoldás a problémáidra. A sötétségből ki lehet jönni a világosságra, a sátának a fogságából ki lehet jönni. A mindenható Istennek a kegyelme, a Szentlélek a kenete, az megtöri a sátának az igáját. És én hiszem, hogy ott Pilisen is, itt Vasváriba is, a mindenható Isten akarja, hogy ez a falu minden tekintetbe kijöjjön és megtérjen, és a falu is meg tudjon szentelődni. Nem az a számít, hogy milyen nagy zsabós kabátot veszel, vagy inget, vagy milyen nagy hosszúrú csizma van, cipő van rajtad, hanem az számít, mi van a szívedbe, mennyire szereted az Úr Jézus, mennyire fáj neked, hogy az ember kín van a világban, és drogozik, és iszik, és a gyerekei jajgatnak, hogy nem volt máma mit enni, nem volt máma, hogy mit vegyünk fel, mert lyukas a cipőm, nekem még cipőm sincsen. Mennyire fáj neked ez? És én hiszem, hogy ebbe az ébe is fogunk tudni kiosztani élelmiszert. Hála jó Istennek, hogy még van, de hiszük, hogy még fog lenni. És olyan az Istennek az igéje mondja, hogy ő több, mint elég. És a keveset is eléggé tudja tenni. És ebbe bízunk, hogy ott Pilisen is, meg a környező településeken is, ahon vannak szükségek. Ahogy az ige mondja, hogy ő nem a kényelmünket tölti be, de a szükségünket be fogja tölteni. De azt is mondja, hogy Isten országát keressétek, ráadásul megadatik minden, és ezt szeretném a szívetekbe helyezni, hogy az Istennek az országát keressétek, ráadásul megadatik minden, mikor van lehetőség, akkor gyertek a gyülekezetbe. Az ébredés máskül nem fog lenni. Az ébredés nem az interneten fog keresztül jönni, nem egy tüzes szekérrel lehozza majd valami nagy pásztor, hanem Isten akarja, hogy te is legyél részese. Uram, kezd velem! A gyermekek a legjobb ilyen felvételek, legjobb kamerások, amit csinálunk, az a gyerekek felveszik, megjegyzik a kis eszükbe. Nem is gondolna az ember. És azt mondja Jézus, hogy ilyenek legyetek, mint a kisgyermek. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. És nagyon-nagyon fontos, hogy ha lássuk, hogy vannak gyerekek, azt jelenti, hogy a gyülekezetnek vannak jövői. Halleluja. És én arra szeretnélek titeket még bátorítani, és főleg buzdítani magamat is,
hogy vegyük komolyan. Vegyük komolyan az Istennek az igéjét. Pál apostol valóban szinte könyörögött, hogy vegyük komolyan az odaszánás igéjét. Mert tudd meg, hogy az ébredés az nem így fog jönni, hogy én gondolom, hogy csettintek és jönnek az emberek is megtérnek. Az ébredés fog jönni, de úgy fog jönni, hogyha én is az énemnek, a saját énemet, akaratomat oda teszem az Úr kezébe, és meghalok ennek. És átadom magam, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod az én életembe, hogy amire rábíztál. Lehet, hogy nem nagy munkát végzek, kicsit végzek, de ehhez legyél hűséges a kicsi munkádhoz. Mert az Isten így fog, és így tud téged felemelni. Legyetek hűségesek abban a munkában, amit végeztek, és legyetek engedelmesek, és a mindenható Isten fog titeket felemelni, ott fog titeket használni, ahol lehet, nem is gondoljátok. Lehet, hogy messzi országba is el fog vinni a jó Isten, de ahol élünk, ott tudjuk hitelesen bemutatni Názaret Jézust. Tudjak világítani, és legyek fény. Lehet, hogy az én családomban nincsen mindig békesség. Nincsen mindig dicséret. Lehet, hogy más zene foly, és nem a lámpák világítanak, hanem sötétség van, mert veszekedés van, viszály van. De lehet, hogy ha haza fogsz majd innen menni, az Istent fogod képviselni. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy a mi testünk az egy templom, a Szent Szellemnek a temploma. Én azt kívánom nektek, mikor haza fogtok menni, beléptek az ajtón, a Názareti Jézust tudjátok képviselni. És mikor beléptek, az Istennek a jelenléte, az a mennyei atmoszféra tudjon kiáradni a családba, hogy ne legyen többet veszekedés, ne legyen viszály, hanem legyen békesség és szeretet. Az Isten, mindenható Isten áldjon meg titeket nagyon-nagyon gazdagon, és várjuk, hogy Isten adjon ébredést, és legyünk erre készek. Amen. Lássátok most a sok élelmiszert, és ezt mi minden évben december 24-én szoktuk kiosztani szent este. Ez minden évben már egy megszokott dolog. Úgyhogy még addig van idő, úgyhogy bátorítanak benneteket a jövő héten is, utána való héten is, ha van a szívetekben, szabad akaratból, amit tudtok, azt hozzátok, olyan helyre fog kerülni, akik hátrányos helyzetben vannak, és szükségben vannak, és segíteni akarom neki. Most, amikor van ez a nagyon közelít a karácsony, mindig szoktam nézni minden évben, hogy mindenki egy kicsit felpörög, túlpörög, ajándékot akar venni, nagyon sok mindent meg tud tenni, és egy dolog szokott elveszni mindig, ami a legfontosabb, és az nem más, mint Jézus Krisztus. És fontos, hogy tudjátok, hogy nem a jászolba akart Jézus megszületni. Tudjuk, hogy József helyet keresett neki. Ment a vendégfogadóba, hogy fogadják be őket, de azt mondta a vendégfogadó, hogy nincs hely. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok mindent, a legdrágább ajándékot is megveheted, de úgy fogsz ott ülni, én azt szoktam látni mindig, hogy általában, ahol a legjobb ajándékot szokták megvenni, ott szokott lenni a legboldogtalanabb a karácsony. Mert elvesztik az, ami nagyon fontos. Mert azt hiszük, hogy ha nagyon mindennel, minden kajával, mindennel tele lesz az asztal, akkor milyen nagy békesség lesz, mennyire jó lesz, és akkor ott van a kaja az asztalon, és nem akar enni senki. És mindenki várja, hogy történjen valami. A legfontosabb, azt gondolom, majd karácsonykor is az, hogy elnyertek a gyülekezetbe, és találkozzunk Jézus Krisztussal. Ez az egyik legfontosabb dolog.